fordítás alapján történt. A Kádi Neológiáta, Dalos Patrik Békés Gerlétére új szövetség, a Magyar Biblia Társulat 2014-es kiadványa, és Simon Tamás László, Bencés szerzetes és fordító 2015-os új szövetsége alapján. Ahol csak a helyzet engedte, a szerző törekedett a szöveg minél maibb szóhasználattal való megfogalmazására, így a sokszor hallott ismerős szófoglalatok ne sodorjanak bele akaratlanul is olyan befogadói állapotba, ahol már inkább csak a reflexek működnek, és emiatt az események valódi körülményei már nem hatolnak el a szívünkre. A Passió előadói, az evangélisták Takács Botond, Stévény Gandrás és Sztrávik Márté, Jézus, Komes Zsolt, Pilátus Gerei Áron, Kaifás Fodor Tamás, Péter Fábián Lőrinc, szolgálók Nényei László és Nényei Mihály, Ballator Csanádi Jeromos, Jobblator és Szolga Csanádi Tádé, kórus Fekésházi Mátyás Fejedi Péter és minden eddigi szereplő is, billentyűs hangszeren Marcell Márton, gitáron és basszusgitáron Fodor Tamás, hegedűn Csanádi Lőrinc és Csanádi Soma játszik. A hangosítást Pacolt Gábor végzi. Gitározik és vezényel Komes Zsolt. A hagyományom nem egyenlő velem, mondja Eszterházi Péter. Én az a munka vagyok, amit ezen a hagyományon, ezzel a hagyománnyal elvégzek. Elvégeztünk egy munkát, de legalábbis elkezdtük. És visszhangoznak bennünk a Passió mondatai. Honnan való vagy te? De hát honnan való vagy te? És honnan való vagyok én? Hol akarunk a vacsorát?
Aki felszolgál, ugye, hogy az,
aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok közöttetek, mint a szolga. Kitartottatok mellettem, megpróbáltatásaimban. Nektek adom ezért az országot, amint atyám nekem adta, hogy asztalomnál egyetek is igyatok. És trónom ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Hitetekben mind megrendültök miattam ezen az éjjel, mert írva van, megverem a pásztort, s a juhok szerte futnak. De előttetek megyek Galileába, miután feltámadtam. Ha mindenki megrendülik, ítélem én akkor sem. Simon a gonosz titeket elkért rostálni, mint a búzát, hogy benned, akik majd kiválódjék, imádkoztam, te érted, ezért testvéreidet te erősítsd meg, amikor megtérsz. Még a megistelmelet hallom, uram, nem maradnak meg akkor sem. Uram, kész vagyunk börtönbe, és halálba is veled menni. Uram, kész vagyunk börtönbe, és halálba is veled menni. Uram, kész vagyunk börtönbe, sőt halálba is veled. Mielőtt megszólalva a kakas, letagadod azt, hogy ismersz. Háromszor is, még ma éjjel mondom neked, Péter. Mikor eltűntelek titeket Erszé, Marisznya és Sarudér, szenvedted-e bármiben hiány? Nem semmiben felhelté. Most viszont, akinek Erszénye van, vegye elő, táskája se maradjon el, s kinek nincs kardja, adja el köpenyét és vegyen. Be kell teljesednie rajtam annak, amit írtak a gonoszok közé sorolták.
szomorú az én lelkem, illasszanak itt velem. Távolabb ment, leborult a földre, és így imádkozott. Atyám, ha lehet, vedd el be magadra, mert te mindent megtehetsz. Te ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Visszajött és alva találta őket, Péterhez így szólt. Egy órát se tudtatok virrasztani velem. Virrasztatok, imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek az kész, de a test erőtlen, majd újra távolabb ment. Atyám, ha lehet, vedd el a poharat, mert te, amit akarsz, megteheted. De az én akaratom legyen, atyám, csak a tiéd. Visszajött, de megint aludtak, nem is tudták, mit mondjanak. Halálfélelem vett erőt rajta, és még kitartóban imádkozott. Verejtéke olyan volt, akár a földre lehulló vércseppjei. Pihenjetek, aludjatok, eljött az óra, az ember fiát elviszi. Ébredjetek, menjünk, aki elvár, már itt van, közel jár. Mit beszélt, amikor megjelent Júdás, egy a kettő közül. A főpapok, ének és írás tudók nagy csapatot adtak nekik. Kardokat, botokat is hoztak, s az áruló jelet is beszélt meg velük. És meg is csóholtam. Júdás, te csókoddal árulsz el engem. Tudta Jézus, mi vár rá, ezért előlépett és így szólt. Kit kerestek? Názáredi Jézus, én vagyok, mondta nekik. Visszabántanak.
szabadon el. Így vált valóra mindaz, amit mondott, mint megőriztem őket. Nem hagytam elveszni senkit azok közül, akiket you.
Eközben a nagy tanács hamis tanúval lovást keresett Jézus ellen, hogy halálra ítélhesse, de nem talált. Sokan tanúskodtak ugyan ellene hamisan, vallomás mégsem egyezett, végül elővált kettő, s mondták, hallottuk, amit mondta, ne rontom ezt a kézzel égített templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet semmit nem felezhet vára, de Jézus talra tört, s ekkor kaifás középre állt csinciból. Az élő Istenre esküd meg, és mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Te magad mondod, de mondom nektek, s eljön az ég felhőiben. Te hát te vagy az Isten fia, ti mondjátok, hogy én vagyok. Káromkodott, hallottál, mi szükség van még a munkra? Szóljatok hát, ítéletek, mi legyen a sorsom. Felakasztotta magát, a főpapok fölszegedét,
fogták a 30 ezüstöt, a felbecsült legárát, akik Izrael fiai ennyire becsülnek, s a fazekas mezőjét odaadták, így mondta nekem az Úr. Yeah.
Egyet balról, középre tegyél.
Thank you.
Egy másik helyet pedig így szól. Föld
Őrséget állít